Köszöntöm a tisztelt nézőket, legyenek akár tanárok, akár diákok, akár egyszerű érdeklődők. Ennek a mai kis előadásnak az a munkacíme, hogy elemek, vegyületek, kémiai jelölése, vegyjelek és képletek. Hát először is két alapvető fogalmat kell tisztáznunk, mi is az, hogy elem, mi is az, hogy vegyület. Fontos fogalmak, írok is róluk egy-két szót a táblára. Az elem kémiai értelemben olyan anyag, ami csak egyféle atomból áll. Ezek az atomok alkothatnak atomonként kristályrácsot, de összerendeződhetnek molekulákba is. A lényeg az, hogy csak egyféle atom van bennük. Mi a vegyület? A vegyület olyan anyag, aminek a molekulái egyformák, de a molekulán belül különféle atomok vannak. Föl is írom. Egyforma molekula. Molekulán belül különféle atom. És meg kell említenem még egyfajta anyagot, a keveréket. Csak rövidítem, kicsi a hely. Többféle molekula. Utóbbiról, tehát a keverékekről ebben a fejezetben kevesebb szó esik. Az elemekről és a vegyületekről annál inkább. Főképp azért, mert sokan megijednek attól, hogy mindenféle képleteket látnak, szövegszerkesztő nyelven szólva alsó indexbe, meg szorzószámokkal, meg egyenlőséggel, és hogy ez micsoda hókusz-pókusz. Nincs is erre igazán szükség, gondolhatnánk, hiszen egy kémia órán például kísérletben megmutatják, hogy a hidrogén hogyan ég el természetesen oxigén jelenlétében vízzé. A szén hogyan ég el széndioxiddá. És így tovább nagyon egyszerű kémiai reakciókat lejátszunk, akár a kémia órán, de akár még a szabad természetben, vagy bent a lakásban is, ha valaki még szénnel vagy olajjal fűt. Ott is égés történik, és az égés kémiai értelemben oxidáció. Nincs itt szükség semmiféle nyelvi kódolásra, gondolhatnánk. Biztos, hogy nincs. Akkor most egy kicsit meglepem a kedves nézőt. Iz vada roda, i iz kisla roda, budjet vada. No, vajon mit mondtam? Annak, aki nem ért oroszul, ez a mondat valószínűleg semmit sem mondott. Aki ért oroszul, attól meg elnézést kérek, ha valamit rosszul ejtettem ki. Azt akartam mondani, hogy hidrogénből és oxigénből víz lesz. Ugye? Pedig csak más nyelven mondtam ugyanazt, mint amit az előző mondataim, magyar mondataim egyikében, és már nem sikerült megérteni annak, aki nem ért oroszul. Ellenben, ha én a következőt írom a táblára, akkor ebből látni fogjuk, és minden nyelven értő ember látni fogja, hogy a hidrogén égését, írtam föl, a hidrogén égését vízzé. Hidrogéngáz, oxigéngáz, vízmolekulák. Nézzük csak, ezt most letörlöm, mert nem pontosan ezzel az átalakulással akarok foglalkozni, illetve nem csak. Miket használtam az előző mondatom közben? Elemek nevét mondtam. Méghozzá azt mondtam hidrogén,
Meg azt mondtam, oxigén. Ezek szemmel láthatóan idegen nevek, de vannak olyan elemek, amiknek magyar nevük van. Ezt most még más színnel írom. Piros fehér-zöld krétám nincs. Vannak olyan elemek, amiket magyar névvel illetünk, például szén. Hát ez nem szénből van, mert törik. Mondjunk fémeket is. Réz. Vas. És így tovább. Aztán természetesen van, amit a latin nevével illetünk, például azt mondjuk alumínium. Észre se veszünk, hogy latin szót mondtunk. És mit követtem még el az előbb szóban? Elmondtam egy egyenletet. De előtte megneveztem vegyületet. Azt mondtam, hogy víz. Keressünk még olyan vegyületet, aminek magyar neve van. Konyhasó mondjuk. Írhatnám azt is, hogy só, de precízek akkor vagyunk, ha konyhasót mondunk. És most már rátérhetek arra, hogy átalakulás leírása. Erre van egy nagyon csúnya szó, hogy szóegyenlet. Ezt bátorkodtam mondani és írni, midőn azt írtam, hogy hidrogén plusz oxigén egyenlő víz. És erre adtam azt a cáfolatot, hogy ha idegen nyelven mondom, olyan idegen nyelven, amit a kedves hallgató nem ért, akkor már baj van a megértéssel. Ellenben nézzük meg ezeket a kémia jelrendszerével. Milyen van az elemnek? Vegyjele van. Maradjunk ugyanazoknál az elemeknél, amiket említettem. Hidrogén, oxigén, a szénnek a vegyjele, C, a réznek C, I, a vasnak Fe, és így tovább. A vegyelek tehát többfélék, eredetük szerint is, és jelentésük szerint is, mert van olyan, amelyik az illető elemnek egy tulajdonságára utal, hidrogén például, vízképző, rádium, sugárzó, de van olyan, amely például egy földrajzi helyre utal, ha már rádium, akkor azt mondom polónium, ez az a két sugárzó elem, amit a Curie házaspár fedezett fel és különített el, a polónium neve Lengyelországra utal, Marie Curie szülőhazájára. És hát még kereshetnénk olyan vegyelet is, ami személynévre utal. De most nem az a dolgunk, hogy a vegyeleknek az eredetét elemezzük, hanem inkább a jelentését. Nézzük, milyen van a vegyületnek. A vegyületnek vegyele már nem lehet, hát a vegyület az egy összetett anyag. Kérem szépen, képlete van. Maradjunk azoknál az anyagoknál megint, amit az előbb felsoroltam. Víz, eléggé közismert, H2O. Konyhasó, szintén eléggé közismert, nátriumkloridnak mondjuk, és NaCl a képlete. Amikor pedig szóegyenletet mondtam, azaz elmondtam a kémiai átalakulást,
annak természetesen a kémiai egyenlet a megfelelője. És visszaírom a táblára azt, amit az előbb letöröltem. Két hidrogén molekula, meg egy oxigén molekula együtt alkot két vízmolekulát, akár le is lehet írnunk. És most jön a lényeg. A szóbeli megnevezések nagyon jók egy adott nyelven, de természetesen nyelvfüggők. Ellentétben a kémiai egyezményes jelölésmóddal, ami, mint ki is mondtam, egyezményes, és itt le kell googolnom, hogy jól olvasható legyen a közben is, miközben írom. És mivel egyezményes nemzetközileg, ezért nyelvfüggetlen. És ez az a fontos tulajdonság, ami miatt be kellett vezetni a vegyjelet, a képletet, az egyenletet, és minden egyéb olyan dolgot, amit nagyon sokan utáni szoktak a kémiából. De hát, mint az idegen nyelvi példám mutatta, sajnos szükség van rá. Ha ilyen szemmel tekintünk a vegyjeletre, képletekre, egyenletekre, akkor talán kevésbé fogjuk urambocsá utálatosnak tartani a kémiát. Ha sikerült hozzájárulnom ahhoz, hogy a kémia kevésbé legyen utálatos, netán még érdeklődést is sikerült kelteni iránta, akkor ez a videó már nem készült hiába. Köszönöm, hogy meghallgattak.